Sziasztok szifonosok! Most a párosítást fogjuk megnézni. Egy szifonkék sportváltozatot fogok összepárosítani egy iPhone 6 Plus-szal. Úgyni, egy jó 70 másodperces bekapcsolásnak lehetünk majd szemtanúi, miközben kicsomagoljuk. Szerintem rögtön frissülni fog a szoftver is, de ez majd eldől. Ha. Innen is le lehet szedni szépen. Azért ez jól néz ki. Hopp, nem is volt 70 másodperc. Vagyis hát az alma egyet villogott. Bár mink ezzel már találkoztunk, mikor kipróbáltuk az órát 10-én, akkor is egy bő 1 perc volt, amíg elindult az óra. Egyébként az óra újraindítása az a két gomb hosszanti megnyomásával lehetséges. A screenshot pedig kétszer, vagyis egyszer röviden, és akkor a rajta lévő screenshot az átkerül a telefonra. Kiválaszthatjuk rögtön a nyelvet, akkor ki is derül, hogy van-e magyar nyelvünk. Várható volt, hogy nincs. Nyomjunk egy angolt. Párosítás. Akkor le kell rakni. És fölé kell vinni az iPhone-t. Hopp, párosítva is. Gyönyörű animáció. Melyik kezén hordja az Apple Watch-ot? Bal. Itt legalább magyarul kommunikálnunk vele, ha már az órán ez nem sikerült. Elfogadjuk az általános szerződési feltételeket. Hely meghatározás, illetve a Siri. Hát, mint hogyha egy iPhone-t állítanánk be. Rögtön egy névjegyű passzkódot beállíthatunk az órán. Az Apple Watch-ot feloldhatjuk az iPhone-unk segítségével is. Az elérhető alkalmazások telepítése, az összes telepítése, de igazából én még nem töltöttem le plusz alkalmazásokat. Most egy szinkronizáláson megy keresztül a történet, ami szerintem jó hosszú ideig eltart, úgyhogy innen folytatjuk. Nyomhatod. Körülbelül 20 percen keresztül tartott az alkalmazások szinkronizálása. Miután végeztünk, kaptunk egy hangot is, itt ugyebár a magyar nyelv, az iPhone-on lévő magyar nyelvet megfelelően itt is magyarul tudjuk beállítani az órát. Rögtön megnézzük, hogy van-e új szoftver. Napra készek vagyunk, tehát ezek szerint azóta nem frissült. Hát ezeken majd végig fogunk menni ezeken a beállításokon. Az óra már készen is van. Használatra kész. Ha minden igaz, akkor a passzkódunkkal be tudunk lépni, és a jelkódunkkal. Ez még számomra is gyakorlást igényel. Később folytatjuk. Sziasztok!